Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A Békás csarnok nevet viseli a Bogyiszlón átadott tornacsarnok. A helyiek a rendszerváltás óta vártak a létesítményre, a normál kosárlabda méretű teremre, ahol a diákok és a helyi sportegyesületek edzhetnek. Horváth István országgyűlési képviselő a megnyitón ígéretet tett a település további sportcélú fejlesztésére. 2, 3. A bogyiszlói gyerekek köszönték meg így a település vezetőinek a Békás csarnoknak keresztelt létesítményt. A helyiek a rendszerváltás után a sportcsarnok építési folyamatból kimaradtak, és azóta várták a lehetőséget, hogy egy ilyen csarnokot építhessenek. Az első kapavágásra 2016-ba került sor, és most végre birtokba vehették a csarnokot. Szeretnék gratulálni ez a nagyon szép sportcsarnokhoz, és a gratuláció mellett szeretném megköszönni a bogyiszlói embereknek a türelmét is. Amikor döntöttünk arról, hogy ez a sportcsarnok itt Bogyiszlón fog megépülni, akkor nem szerettük volna, hogy ez 3 éven keresztül épüljön ez a sportcsarnok. Ennek sajnos az előkészületek hiányosságai miatt lett ez a következménye, hogy ez kicsit hosszabb ideig tartott, mint ahogy terveztük, de elkészült jó minőségben, és remélem, hogy a következő évtizedekben a bogyiszlói lakosok ezt majd nagy örömmel és nagyon intenzíven fogják használni. Mondta megnyitójában Horváth István országgyűlési képviselő, aki egyben ígéretet is tett a sportinfrastruktúra további fejlesztésére is. Most az óvodai szinten szeretnénk az óvodások számára egy szabadtéri, úgymond ez egy korszerű sport infrastruktúrát kialakítani. Ez közel 30 millió forintos beruházás lesz, és az óvodában egy ilyen rekontánpálya szükséges labdajátékok, illetve ügyességjátékoknak a kiegészítésével. Az lesz majd a következő lépés. Örülünk ennek a létesítmények, használják a bogyiszlóiak minél nagyobb népszámban. A most átadott csarnok 260 millió forintból valósult meg, és több helyi sportegyesületnek, valamint az iskolai testnevelés oktatásnak is helyet ad majd. Szerintem ezt fogják a helyi közösségek kérni, hogy használhassák. Tehát vannak öreg fiúk, vannak futszálos lányok, biztos, hogy észre fogják venni. Van egy floorball nevű játék, amit itt a suliban kezdnek űzni, és minden megvan hozzá. Szerintem az miatt is fogják használni. Hát meg egyébként, ugye most felújításra került a sportpálya is itt mellettünk, egy TAU támogatással ezt a Tolnai Futszál Egyesület intézte, vagy tehát olyan bonyolította, de ez az önerőt az önkormányzat adta. Tehát valószínűleg ide költözne aztán később a futball mérkőzések, és akkor azoknak az edzése is. A Békás csarnok üzemeltetési joga egyenlőre a Szekszárd-Paksi tankerület fenntartásába kerül, azzal a kitétellel, hogy egy év múlva újabb tárgyalások kezdődnek majd a településsel. Továbbra is a nemzetközi szűkebb elitbe tartozik a szekszárdi székhelyű Tolnai Tájak IJASZ Egyesület az elmúlt évek világversenyei tükrében. A klub meghatározó férfi versenyzője Huszár Zoltán, azután, hogy tavaly a 3D kategóriában egyéni világbajnoki címet szerzett, idén Szlovákiában nem kis fölénnyel megnyerte az Európa-bajnokságot is, a legrangosabb kategóriában a felnőtteknél. Dupla öröm érte a klubot és családját is a kitűnő IJASZ-nak, ugyanis nőknél felesége Háner Erika diadalmaskodott a legrangosabb kontinens viadalon. Huszár Zoltán eleveníti fel az EB győzelemig vezető utat. Különböző sportágakban a világ legjobbjainál is ritkán fordul elő, hogy két egymás utáni évben előbb világbajnok, majd aztán mindjárt Európa-bajnok is legyen valaki. Huszár Zoltán nagyon megdolgozott érte. 10 év munkájának gyümölcse érett be 2018-ban és 2019-ben. A világ elsőséget a Tolnai Tájak IJASZ Egyesület versenyzője Ausztriában, az Európa-bajnoki címet pedig a közeli napokban Szlovákiában szerezte. Tavaly a világbajnokságra sokkal többet sikerült készülni, de mégis úgy éreztem, hogy a felkészülésnek a mértéke magát a lövéseket azért annyira nem befolyásolta, úgyhogy azt nem gondoltam volna, hogy sikerül megnyerni az Európa-bajnokságot, de bíztam egy jó helyezésbe, ugye tavalyi világbajnoki szereplés után.
pontba körülbelül ugyanazt lőttem, 2 pont különbség lett, bár itt sokkal nagyobb előnyöm lett a véghajrában, mint a tavalyi világbajnokságon. Az utolsó fordulóban a szlovákiai Európa-bajnokságon gyakorlatilag eldőlt az aranyérem sorsa. 23 ponttal vezetett ugyanis a PTTIE versenyzője a többiek előtt. Meglepő módon én mindig, ahogy a verseny halad, én a napok elteltével egyre jobban lövök. Ez az egyetlen verseny eddig életemben, ahol az első nap lőttem a legtöbbet, és az utolsó nap a legkevesebbet. Bár ez mindegyik első osztály volt. Az első nap szinte maximális ponttal sikerült lejönnöm a pályáról. A csapattársaim, akikkel együtt versenyeztem, nagyon-nagyon jók voltak. Tehát őszintén mondom, hogy nagyon nehéz küzdelem volt. Egész az utolsó napig, ez az utolsó nap dőlt el. Hát húzzák az embert, ha jól lőnek. Tehát sajnos hajlamos az ember beleszürkülni, én mindenképpen egy rosszabb csapatba. Tehát hogyha nem olyan aktívak és nem olyan pontosak a lövők, akkor az ember hajlamos egy kicsit hozzászürkülni a mezőnyhöz, ha meg jó az a csapat, ahol éppen versenyzik, akkor meg nagyon tudja inspirálni az embert, hogy minél több pontot lőjön. A sikeresség titka nem a lövés technikában, nem a csigás-i felszereltségében keresendő, hanem legfőképpen abban, amire a kívülálló nem is igazán gondol, ami a csúcson is eldönthet, és sokszor el is dönt versenyeket. Kipróbáltam valamit, megpróbáltam nyugodtan lőni a döntőbe, és hát azt gondolom, hogy nem sikerült. Tehát a druk mindig ott van, még ekkor előnyé is ott van, de most megpróbáltam talán nyugodtan lőni. Azt mondhatom, hogy ez volt az, ami az első pillanattól kezdve fontos volt. Ha nem szeretné annyira az ijászatot, mint amennyire, akár vissza is vonulhatna, hiszen annál, amit eddig pályafutása során már elért, nem lehet többet. De szóba sem jöhet ez a verzió. Ezen a szinten szeretné továbbra is folytatni pályafutását a Tolnai Tájak Ijász Egyesület színeiben, Huszár Zoltán. Jól tudja, újra nyerni egy EB-n vagy VB-n, ez sokszor a legjobbaknak sem jön össze, éveket kell rá várni. Megpróbálja a színvédést mindjárt a jövő évi szekszárdi Sötétvölgyben rendezendő 3D-s világbajnokságon. Hát a dobogón nagyon szeretnék mindenféleképpen. Hogy sikerül-e megnyerni a versenyt, nem tudom, mert tényleg nuanszoktól függ, egy pillanatnyi formától, egy jó naptól, a versenytársaktól nagy mértékben. Ugye az egyik ellenfelem az a 3 évvel ezelőtti világbajnok volt most a csapatban, tehát az első csapatban, akikkel versenyeztem. A szekszárdi versenyző mellett még egy magyar versenyző, két remek szlovák, leginkább esélyes a világbajnoki címre, de az osztrák, német és francia, hova tovább az olasz íjászok között is van olyan, aki íja felszereltsége és tudása alapján esélyes lesz a Sötétvölgyi VB-n a világbajnoki cím megszerzésére. Negyedik alkalommal tartottak lovasnapot Pörbölyön. A programot szervező helyi Bodzö Ese még csak alig 2 éve alakult meg, de már most egyre több helyi és környékbeli fiatal ismerkedik meg, nekik köszönhetően a lovaglással. És 80 cm-es díjugratással indult a Pörbölyi Lovasnap délelőtti programsorozata. A versenyre főként Pörbölyről és Bajáról érkeztek a lovaglással egyelőre szabadidősportként ismerkedő fiatalok. Én indultam a 60 centin, a 80 centi most kimarad, a derbi lesz még, aztán én már a felnőtt kategóriába számítok az ügyességibe, és marad a váltó a végére. Úgy gondolom, hogy a felnőtt mezőny az alapvetően nem olyan erős, mint az ifi, mert az ifiben olyan 30-40 között indulnak, de hát a felnőttben nagyon maximum 15-en szoktak indulni, de úgy gondolom, hogy tök mindegy, hogy a 30-40 között van 3 erős, vagy a 15 között van 3 erős. A teljesítményeimmel meg vagyok elégedve, ez az első versenyszezonom, és nagyon örülök, hogy itt lehetek a Bodzánál. Itt a Bodzö lovas esenél már 1 éve lovagolok, de amúgy nagyon kiskorom óta, ilyen 4-6 éves korom óta. Amióta itt vagyok a Vikinél, hát megtanultam, hogy a lovaglás sokkal több, és mindenki azt hiszi, hogyha felül egy lóra, hogy milyen egyszerű dolog, és hogy ennél sokkal többet jelent. És igazániból nagyon ilyen versenyszellemű vagyok, és nagyon szeretem a kívásokat.
A versenyszervező Bodza Lovasport Egyesület 2017-ben alakult, azóta egyre több fiatal jár ide Pörbölyre, hogy megtanuljanak lovagolni. Többen közülük a mostani versenyen is elindultak. Hál' Isten fejlődik az egyesületünk, egyre nagyobb a taglétszámunk. Idén most itt a versenyen 12 tanítványon fog szerepelni különböző korcsoportokban. 3 lóval készülünk ide a versenyre. Egyébként én 2008 óta vagyok lovasedző, és ide költöztem Pörbölyre, és itt hoztam létre úgymond már a sajátomat, nem ugye dolgozóként vagyok jelen, hanem már vezető is, edző is, lótulajdonos, minden vagyok egyben. Én azt mondom, hogy minél előbb vigyük ló közelben, nem feltétlenül kell felülni rá, tehát mert egy 3 éves gyerek is el tud körülötte nézelődni, simogatni, pucolgatni, akár fölülünk egy körsételreig, tehát a lóhoz szokás. Mert ugye, ha elérünk ugye egy bizonyos kort, akkor elkezdünk félni tőlük, mert nagy állatok. De ha mellettük növünk föl, akkor olyan, mint egy kis kutya, tehát társunknak tudjuk kezelni őket. Tehát fontos szerintem minél előbb, és ugye egy lóról gondoskodni kell, foglalkozni vele, lovagolni kell. Ez egy nagyon jó fejlesztő sport is, mert ugye önuralmat is kell tanulni, önfegyelmet, meg emellett ugye megbízhatónak is kell lenni, mert ugye az állat minket vár, ugye oda menni kell, és ugye a lovon nem csak lovagolunk, hanem nyergelünk, pucolunk, etetünk, tehát úgymond minden, ami körülötte van, ez egy kis felelősségtudatra neveli a gyerekeket. A Pörbölyi Lovasnap programja délután mini, gyermek, ifjúság és felnőtt ügyességi, valamint váltóversenyszámokkal ért véget. Eldőlt, hogy a kiemelt Paksi Ese és a Szekszárdi UFC csapatai mellett a megyebajnokság mezőnyéből a Tamási mellett a Bonyhád VLC jutott fel a Magyar Kupa országos főtáblájára. Ehhez a Tevel otthonában kellett győznie a tavalyi megyebajnoknak, ami megoldható feladatnak ígérkezett és érvényesült is a papírforma. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, egy gól esett mindössze ebben a játékrészben. A 27. percben Pap Roland takarásból leadott, váratlan lövése beakadt a Teveli kapuba 1-0. Szünet után a nagy melegben már kijött a két csapat közötti tudáskülönbség. A Tevelieken szinte átfuttatta a középpályán a bajnoki címvédő, sorra dolgozta ki helyzeteit Köllő Roland csapata, és beindult a gólgyártás. Csigi remek átíveléséből Pap Roland szerzett újabb gólt 2-0, majd szöglet után az új igazolás Csigi Ádám fejjel már 3-0-ra növelte a vendégcsapat előnyét. Jött az újabb bonyhádi gól, de 4-0 után sem adta fel a lelkes hazai alakulat. Egy előreigbelés után Tóth Dénes, kihasználva a kapus és a védők elmélázását, szempüles gólt fejelt a 85. percben. 4-1. A hátralévő 4 percben mindkét csapat még egyszer-egyszer betalált, így alakult ki az 5-2-es végeredmény. Eldőlt, a Paksi Ese, a Szekszárdi UFC és a Tamási mellett a Bonyhád jutott fel Tolna megyéből a Magyar Kupa országos főtáblájára. A tavalyi bajnok Bonyhád csapatában a csatárposzton bajnok és kupameccseken is bemutatkozott az új nyári igazolás, a Szekszárdi UFC-ből érkező fiatal Csigi Ádám, akit már az elmúlt években NB3-ban is bevetett nevelőegyesülete. Hosszú sérülés utáni lábadozás is zavarta Ádámot abban, hogy gyökeret verjen a szekszárdi felnőtt csapatban, és felépülése után bizonyára a több játék lehetőség miatt a megyebajnok följutási célt is kitűző Bonyhádot választotta. Jó sikerült a bemutatkozása, a Tamási elleni rangadón gólpaszt adott az új csatár, a hétközi Magyar Kupa meccsen pedig az egy gólpassz mellett kétszer is betalált a Tevel kapujába. Jól érzem magam. A mai mérkőzés az kötelező volt, mint ahogy említetted. A Tamási elleni rangadót azt sajnálom, mivel az egy hozható mérkőzés lett volna, az utolsó percben, úgy a 93. percben vesztettünk pontokat. Ezt sajnálom nagyon, és egyénileg meg azon a meccsen úgy gondoltam, hogy a csapat a legfontosabb. Ezen a meccsen is így gondoltam, de most gólokkal is hozzá tudtam járulni a sikerhez. Úgy tűnik, a Bonyhád meghatározó játékosával, Pap Rolanddal remekül kiegészítik egymást. Eltérőek ugyan az erényeik, de nagyon működőképesnek tűnik ez a páros kapcsolat a Völgységiek támadó játékában. Gólpaszt adtak egymásnak. Úgy gondolom, hogy jól kiegészítjük egymást, felváltva. Van, hogy én adom be neki a labdát, van, hogy én adja be nekem, ezt váltogatjuk, és eddig úgy látszik, hogy sikeresen. Ma is adtam neki gólpaszt, múltkor is én neki adtam a gólpaszt, szóval próbálok neki gólpasszokat adni, hogy ő is gólokat tudjon szerezni. Az NB1-es Paks az NB3-as Szekszárdi UFC mellett, a megyei első osztályból a Tamási mellett a Bonyhád VLC várja a sorsolást a labdarúgó Magyar Kupa országos főtábláján.
Nem volt egy hete, hogy lerakták az Egyesület centenáriumi létesítményfejlesztésének alapkövét, és véget ért a PVSK centenáriumi közgyűlése, már is újabb ünnepi rendezvényt tartott az Egyesület. Augusztus 28-án adták át a 2000 négyzetméteres multifunkcionális kosárlabda munkacsarnokot a sportolóknak. Az alapításának 100 éves jubileumát ünneplő Pécsi Vasutas Sportkör születésnapján augusztus 23-án tették le a klub centenáriumi létesítményfejlesztésének alapkövét. Az Egyesület ugyanaznap tartotta centenáriumi ünnepi küldött gyűlését is. Az erre meghívott csaknem 500 vendég láthatta először a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia multifunkcionális munkacsarnokát, amit augusztus 28-án adtak át hivatalosan. A múltat, a jelent és a jövőt ünnepeljük. Azt a múltbeli küzdelmet, azokat a sikereket, időnként kudarcokat, amikkel az elődeink a sportot meghonosították Pécsett, amivel Pécsett sportvárossá tették az elmúlt évszázadokba. Azt a jelent ünnepeljük, amivel mi ezt az örökséget átvettük, és a mai nap az pedig egy szimbolikus alkalma is annak, hogy ezt a stafétabotot továbbadjuk a jövő generációknak, hogy Pécs a következő időszakban is ne csak a kultúra, ne csak a gazdaság, hanem a sportnak is olyan fellegvára legyen, vagy még inkább olyan fellegvára legyen, amin az elmúlt években lehetett. Szerencsés korban vagyunk most itt Pécset, hiszen beruházásokban bővelkedünk, és köszönhetően a partnereinknek, az együttműködő társaknak nagyon jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy ezt a pécsi sportéletet a következő években még acélosabbá tegyük. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár jelenlétében avatták fel a csarnokot, ami a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége sportfejlesztési pályázatának alapján javarészt társasági adótámogatásból, kisebb részben önkormányzati, illetve állami, a PVSK centenáriumi létesítményfejlesztésének végrehajtására biztosított kormánytámogatásból épült meg. A cél természetesen az, hogy a lehető legjobb kosárlabdázókat neveljék itt fel, ugyanakkor a létesítmény küldetése sokkal többet tör. A kiváló technika, a mozgáskoordináció, a taktika elsajátítása fontos, ám talán még ennél is fontosabb és nagyobb hangsúlyt kap, hogy az itt sportoló részesei egy közösség formálásának, amely során ők maguk is formálódnak, kiváló emberekké. És amikor a jövőt alakítjuk, talán ezen célok elérése a legfontosabb feladataink között van. És a sport semmihez sem fogható a tekintetben, hogy a lehető legjobb, leghatékonyabb keretet adjon ahhoz, hogy a következő generációk egészségben, jó szellemben, kiváló körülmények között nőhessenek fel. És biztosak lehetünk benne, hogy az előttünk álló esztendőkben és évtizedekben több ezren lépnek be majd ebbe a csodálatos sportcsarnokba. De mindannyian jól tudjuk, hogy nem mindenkiből lesz magyar bajnok vagy válogatott, vagy fut be akár nemzetközileg is kiemelkedő karriert. Ugyanakkor ebben a multifunkcionális munkacsarnokban a kiváló szakembereken múlik, hogy mindannyian örökre eljegyezzék magukat a kosárlabdával, és a rendszeres testmozgás semmihez sem fogható örömével. A 2000 négyzetméteres munkacsarnokban egy szabvány, akár nemzetközi mérkőzések lebonyolítására is alkalmas kosárlabdapálya, és egy csaknem 200 fő befogadására alkalmas mini lelátó található. De öltözők, szertár, irodák, mosdók, tárgyalók, valamint közösségi tér és egy épülő büfé is helyet kapott a létesítményben. Ez a mai létesítmény, hogy megépülhetett, ennek is nagyon szép előzményei vannak. Itt a szép az annyira nem szép, ha arra gondolok, hogy már 10 évvel ezelőtt megálmodtuk ezt a létesítményt, és csak ma adtuk át. De az, aki tudja, aki benne van ebbe a szférába, nem egyszerű azokat a feltételeket biztosítani, amelyek szükségesek egy ilyen létesítmény megépítéséhez. Tehát 10 évvel ezelőtt megszületett a gondolat, és amikor megvolt a legelső alkalom, hogy meg is épüljön, akkor a PVSK ezt az alkalmat megragadta.
nevezetesen a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által kiírt pályázaton indultunk, és elnyertük az építés lehetőségét. Ennek köszönhetően két évvel ezelőtt el tudott indulni az építkezés 2017. júniusában, és most 2019. júliusában pedig be tudtuk fejezni. Örömmel mondhatom a munkálatok végén, hogy megtörtént a műszaki átadás, megkaptuk a használatba vételi engedélyt. Jelen pillanatban a próbaüzem folyik, ugye egy 3 hónapos próbaüzem, és hamarosan az edzéseket is megkezdhetjük. A garanciális hibák javítása van folyamatban, hát amelyeknek a volumene nem túl nagy, és egy fokozatos terhelés mellett ugye egy már megtörtént és jelesre vizsgázott pénteken a létesítmény, amikor itt voltunk több mint 500-an. Én azt gondolom, hogy szeptember végére a teltházas lehet a csarnok, és teljes intenzitással elindulhatnak az edzések. A munkacsarnokot Garadnai Balázs plébános áldotta meg, és Szabó Tünde államtitkár adta át jelképesen Iványi Dalmának, a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatójának. A sportolók az ünnepség után birtokba is vették a létesítményt. Túl vannak a felkészülésen a PMFC labdarúgó akadémia nagypályás csapatai. A nagyobbak már meg is kezdték a bajnoki küzdelmeket. A sportolók a legkisebbektől a legnagyobbakig közös csapatfotózáson vettek részt a szezon kezdetén. A PMFC-ben országos szinten is kiemelkedő labdarúgó utánpótlás képzés folyik. A regionális központban mintegy 300 igazolt versenyző dolgozik. Az elmúlt évekhez képest bizakodóbbak a PMFC utánpótlás csapatainál a szakemberek. Most először megfelelő ugyanis a létszám minden korosztályban. De remélem, hogy a Szabó Zsolt személyében egy olyan szekcióvezető került ki Kovács telepre, akinek a vezetésével ezt a feladatot meg tudják oldani. Itt a nagy korosztályoknál ugye az MLS-nek van egy tervezett bajnoki rendszere, majd a jövő nyártól kezdve. Igazából innentől kezdve minden korosztály a saját magáért felel, tehát nincs az, hogy lejátszanak célok nélkül egy bajnokságot, és annak nincs következménye. Erről most nem akarok bővebben beszélni. A kis korosztályoknál úgy gondolom, hogy tovább tudtunk fejlődni, illetve ugye itt volt télen a Double Pass, ami egy kiváló minősítést adott, elsősorban a szakmai programunkat emelte ki. Én mindig azon dolgozom, hogy megtaláljam azokat az edzőket, akik ezt a szakmai programot úgy tudják képviselni, hogy annak legyen látszata is, mert csak papírra vetve nem ér semmit a futball, ugye ez egy gyakorlatias játék, és minden a pályán dől el, úgyhogy én bizakodva állok az év elé. A szezon elejé csapatfotózásra csak nem 300-an gyűltek össze a Stadion utcában. Valamikor talán most már ez a harmadik ilyen éve, mikor egyszer nagy esélye volt arra, hogy az első csapat felkerüljön a másodosztályba végre, akkor gondoltam azt ki, hogy a PMFC családot egy picit népszerűsíteni kell, úgymond, és közelebb kell hozni a családon belül is mindenkit. Akkor szülői levélben fogalmaztam azt meg, hogy aki csak teheti, az jöjjön a gyermekével a futballmérkőzésekre, és akkor villant ki, ami más kluboknál azért ez már régóta bevett szokás, hogy a legkisebbektől a felnőttekig, illetve mind az a kisegítő személyzet, aki azon dolgozik napról napra, és adott esetben nincsenek a reflektorfénybe, hogy működjön a PMFC, velük egy közös nagy fotót, videózást csináljuk, ezzel is népszerűsítjük a klubot, egy picit saját magunkat, és hogy igenis, nekem az a feltett szándékom, hogy innentől kezdve folyjon a csapból is azt, hogy PMFC, és kerüljön végre vissza ez a klub arra a szintre, ahova egykor még tartozott. Szabó Zsolt július 15-e óta az úgynevezett építési szekció vezetője, ami az U12, 13, 14 és 15-ös korosztályt jelenti. Fél szemmel figyelem a 16-os korosztályt is, mert ugye a szívemhez nőttek a gyerekek a tavalyi bemaradás után, de oda sajnos fizikailag meg időben is az lehetetlen az, hogy a Várkőjében is ott legyek és itt is. Úgyhogy egy nagyon szép feladatot kaptam, én úgy gondolom, hogy érdemes ezekkel a gyerekekkel úgy foglalkozni, hogy egy picit emeltük a szintet a tavalyi munkához képest. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó úton indult el a pécsi utánpótlás. És én ebbe szerettem volna szerepet vállalni, amihez megkaptam a partnerek, itt a Kulcsárálp és a Győri Jánosnak a személyébe, akik biztosítják jelen pillanatban azokat a tárgyi anyagi feltételeket, ami a
amíg a takaró ér magyarul. Tehát amiket én kértem, az ugyanúgy a szakmai stábba, a felszereltségbe, tehát azt megkaptuk. Úgyhogy hát a körülményeink sajnos az egyelőre olyanok, amilyenek. Tehát itt most látjátok, kint vagytok Kovács telepen, folyik az építkezés. Nagyon várjuk már, hogy jövőre olyan pályákon és olyan körülmények között tudjunk dolgozni a gyerekekkel, hogy az méltó legyen a Dárdai Akadémiához majd. Én ehhez a munkához kerestem olyan embereket, olyan edzőket, akik azt a filozófiát, amit a klub meghatározott, azt maguknak érzik, és át tudják azt érezni, azt, hogy miről szól jelen pillanatban, miről fog szólni a PMFC utánpótlása. Az egész PMFC család nagyon várja a Kovács telepi sportkomplexum elkészültét. Az idősebb Dárdai Pál nevét viselő utánpótlás labdarúgó akadémián műfüves fedett munkacsarnokot, valamint füves és műfüves edzőpályákat alakítanak ki. A központi több mint 2300 négyzetméteres épületben 12 csapatöltöző, valamint edzői és bírói öltözők, masszázs és orvosi szobák, irodák, tárgyalók, büfé, vizes blokk és bemelegítő terem lesz. A tervek szerint 2020. szeptemberétől már birtokba is vehetik a labdarúgók a régió legmodernebb létesítményét. Ez volt erre a hétre a pálya, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!